Kovács László. Március 15-én. Március közepén gondolatban ott ülök a Pilvax kávéházban. Petőfi Sándor éppen szavalja alkotását, a nemzeti dalt. Az a korszellem, az a szeretet március 15-ére ünnepi fehér ruhába ébred. Minden évben, minden magyar szívben. A forradalom és szabadságharc, de bátrak a márciusi ifjak. Erről énekel a vegyes kórus, és minden citerás indulót húz. Ünnepel a művelődési ház, anyanyelv, szabadság, megmaradás. Az épület előtt Petőfi áll, településemen felső muzslyán. Egyenlőség, szabadság, testvériség, a 12 pontot olvast fel testvér. Kossuth Lajosnak szent üzenetét meséli a több mint 170 év. Isten teremtett eget és földet, és szabadságot a nemzeteknek. Európa, soha ne feledd el, miért is harcolt a magyar nemzet. Ma kokárda van mindenki szívén, soha nem felejtett a Délvidék. Történelmünk ikonikus napján örök szabadság szálljon rád, hazám. Hozz csak nekem egy pohár bor, drágám. Szobánk legyen a Pilvax kávéház, mert én onnan ugyanazt kívánnám. Szeressen Isten, drága szép hazám. Narrátor Kovács Antal.